Ma van a rejtvényfejtők napja, köszöntöm Önöket, ez itt a Weekend. Nem sokára kezdődik a házasság hete, vendégeink számos programot kínálnak majd minden korosztály számára, valamint egy méltatlanul elfeledett megyei költő munkásságát is megismerhetik majd mai műsorunkból, de elsőként az Ajaki Farsangi disznótorosról beszélgetünk. Vendégeim Kállai Ágnes, kulturális szervező, valamint itt van Leskovics Györgyné, Bözsi néni is. Hát köszöntelek benneteket, szervusz Bözsi néni, ismételten. Erőt, egészséget a következő években is. Sok farsangi disznótoros legyen még Bözsi nénivel együtt. Amennyit a Jóisten megenged. Így van. Na hát már hanyadik alkalommal szervezitek meg ezt a rendezvényt, Ági? Ötödik alkalom, hihetetlen. Én ott voltam a kezdetektől, és most szombaton is ott a helye mindenkinek. Hány órától indulnak majd a programok, mikortól érdemes ellátogatni erre a hagyományos rendezvényre? Hát már 8 órakor ez kezdődik, de a parasztvilágban a korábban kezdődött. Mikor keltek régen az urak? Régen 6 órakor. Akkorára összeszervezték a szomszédot, a komát és a nászt, és akkor úgy fogták a disznólábát, és volt, aki megszúrta, és ha volt olyan bátorasszony, az megtartotta a tálat a vérnek. A férfiak meg megtartották a fogópálinkát, hogy jobban sikeredjen a lévelet. Hát megrakták szalmával a disznót, és akkor az még egy kicsit ott állapodott, addig ők iszogattak. Mi volt a hagyomány Ajakon, hogyha disznóvágásról volt szó? Hát előtte való nap már a gazdasszonynak gondoskodni kellett a sózótekenőről, az abroszról, amivel leterítették, mikor besózták, aztán a hurkának valóról, a vöröshagymáról, mert ez ugye kell a hurkában, és rizsa. Azt szépen kiválogatni, igen, hogyha kellett átmosni. Nagyon sok teendője volt, nem csak a férfiaknak, hanem az asszonyoknak is. Igen. De akkor most egy kis könnyebbséget jelent a idézőjeles turistáknak, hogy nem kell 6 órára kimenni Ajakra, hanem 8 órára. Mivel kezdődik majd most a rendezvény 8 óra tájt? Hát disznóvágással. Avval kezdődik, utána a pálinka fogóverseny, és akkor utána perzselik. Utána pedig len készül belőle a véres hurka. A véres máj, gondolom. Igen, véres máj, aztán véres hurka, zöndes hurka, hagymásvér, és aztán a velőből is szoktak csinálni tojásosan, hagymásan. Na, ezt még nem hallottam, igen. Ez ilyen ajaki sajátosság. Igen, és hogyan perzselik a disznót? Most visszaugrok egy kicsit, hogy Ajakon szokás volt esetleg régen a szalmával perzselés? Bizony, szalmával perzselték. Megperzselték szalmával, és akkor a koma vagy a nász, annak volt hosszú nyelű lapátja, és akkor az hamargyosan a tetejét lekaparta, átfordították, aztán megint meg, míg nem jó volt megperzselve, utána lelocsolták két vödör vízzel, és az még állapodott, addig pedig kósolgatták a fogópálinkát. És ezt most díjazza akkor idén is a zsűri, gondolom, hogy ki a legfinomabb, legerősebb, és így tovább. Milyen programok lesznek a rendezvényen, milyen kísérő programok lesznek, még ugye emellett, hogy bemutatjátok, hogy milyen is a hagyományos disznóvágás? Az önkormányzatnak nem a sózótekenőt kellett most így az előkészületeknél kikészítenie, hanem mi 5 különböző országból hívtuk meg 7 testvértelepülésünket, úgyhogy itt nemzetközi ízeket is megkóstolhatnak majd az ideérkezők. A fogópálinka versenyt követően ünnepélyes megnyitó lesz. A rendezvénynek 2 védnöke van, dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke, és dr. Sesztek Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter. Emellett díjazni fogjuk a gasztronómiai verseny eredményét. Itt a legjobb toros káposztát fogjuk díjazni, a legjobb hurkát és kolbászt. Fellép az Ajaki Kulturális és Hagyományőrző Egyesület, ellátogat hozzánk Lengyelországból a Kacsmárzi zenekar, és fellép a 3+2 együttes Délvidékről. Pont ezt akartam mondani, hogy nóta szó nélkül nem múlhat el a disznóvágás. Régen maguknak énekeltek az emberek? Bizony, hát már mire oda került a sor, hogy már estére mire be is lett sózva, mert ugye annak 2 hétig állni kell, igen, a sóba.
akkorára már aztán hazajött a vő, meg mindenki, ismerősök, és akkor rázendítettek egy kicsit, danonáztak. Ajakon tudom, hogy nagyon szép népdalok vannak, helyi nótacsokrok. Van egy-kettő, amit úgy szívesen énekel mondjuk Bözsi néni ilyenkor, egy ilyen farsangi disznótoros alkalmával az asszonyokkal? Persze, fel fogunk lépni mi is, én is benne vagyok a népdalok. Egy ilyen pár másodpercet tetszik nekünk énekelni, csak hogy meglegyen a hangulat szombatra? Hát hirtelennyében nem is tudok most úgy... Jó, hát ez igen olyan, mikor az embertől hogy, kérnek egy viccet, ne, és akkor hirtelen nem is hogy, jut eszébe semmi. Hogy disznótorosra, hogy milyen is. Hát egyet elénekelhetek. Rauzsa, rauzsa, seje haj. Rauzsa, rauzsa, te a rauzsa levele. Nem beszéltem a rauzsámmal az este. Zsebkendőm is nálam maradt a zsebébe. Visszahozza seje haj, visszaadja, ha akarja estére. Hát köszönöm szépen, Bözsi néni, hasonló nótákra akkor lehet számítani szombaton. Gratulálok, tényleg én nem tudnék ilyen szépen énekelni, ilyen magas hangokat meg pláne nem tudnék kiénekelni. Hány emberre számítotok, és kiket mozgat meg ez a rendezvény évről évre, Ági? Testvértelepülésekről körülbelül 150 vendég fog érkezni összesen. Nekik biztosítjuk a szálláshelyet, illetve környező településekről is évről évre ellátogatnak, helyiek minden alkalommal nagy részt feljönnek a rendezvényre, a helyi lakosság az körülbelül 4000 ember, úgyhogy emellett vannak, akik Budapestre érkeznek, vagy hogyha megnézik ezt a műsort, akkor Nyíregyháza és környékéről is várunk vendégeket, de van, akik külföldről érkeznek, elkerültek ajakról, és egy-egy ilyen rendezvényre általában haza szoktak látogatni. Nem csak erre, hanem van ennek a rendezvénynek egy társrendezvénye is. Idén újra megrendezzük az Ajaki Nemzetközi Lakodalmas Fesztivált. 2017. június 16-án fogjuk megrendezni, és ez 10. alkalommal kerül most megrendezésre. Jaj, de jó, hogy így ezt a jubiláló rendezvényt akkor már így felkonferáltuk. Június 16-a, mindenki már most x-elje be a naptárjába, hogy akkor ott Ajakon kell egy jó nagyot bulizni. Miért tartjátok fontosnak amúgy ezt a disznótoros rendezvényt megszervezni? Tehát arra gondolok, hogy például Ajakon egyáltalán divat-e még esetleg a disznóvágás a házaknál, vagy így egyre jobban tünedezik el a városból? Hát szerintem divat a disznóvágás Ajakon házaknál. Azt látom, hogy Bözsi néni is bólogat, és ő is azt mondja, hogy azért még vannak olyan házak, porták, ahol még nem feledték el, hogy hajnal 6-kor már kelni kell. Igen. Meg az önkormányzat egyébként a közfoglalkoztatási program keretében tavaly évben például 300 sertés nevelt, úgyhogy nekünk ez azért is fontos, mert így tudunk egy fesztivált csinálni, úgyhogy felhasználjuk hozzá a közfoglalkoztatási programot, a lehetőségeket, és megint csak egy jó alkalom arra, hogy a testvértelepülések eljöjjenek, egy újra egy szakmai tapasztalatcserét is szoktunk ebben az időpontban megtartani. Úgyhogy így minden mindennel összefügg. És hát a versengés is nagy szerepet kap ennél a versenynél, vagy rendezvénynél, hiszen tényleg, ahogy mondtad, meg Bözsi néni is említette, hogy itt a fogópálinkát is díjazzák, a legfinomabb hurkát, kolbászt, toroskáposztát, és így tovább. Hány csapat jelentkezett a versenyre, lehet már tudni? Közel 20 csapat jelentkezett, ebben benne vannak a testvértelepülések, emellett a civil szervezetek, a helyi civil aktivitás az nagynak mondható, tehát helyi szinten ilyen 5 civil szervezet jelentkezett, emellett vannak olyanok, akik mondjuk egy-egy cégnek a csapata, vagy vizes fiúk, tehát elég sokfajta csapat szeret ilyenkor megmutatni azt, hogy milyen főzőtudománya van. Idén az Ajaki sátorban a Hubertus Vadásztársaság fog közreműködni, egy ilyen nagyobb sátor lesz, és akkor közösen fognak elkészíteni mindenféle finomságot, lesz benne vaddisznóhús is, úgyhogy most ez idén egy ilyen másfajta együttműködés lesz, mint a korábbi években, és
ez egy jó alkalom arra, azon kívül, hogy ugye itt most nyernek valamit ezen a fogópálinka versenyen, vagy a főzőversenyen, hogy egy kicsit összerázza a csapatokat, összerázza mondjuk az Ajaki Tűzoltó Egyesületet, összerázza az Ajaki Polgárőrséget, a Sportegyesületet. Úgyhogy ezt szokták szeretni civilek, cégek, önkormányzatok, mindenki. És mi is a Kölcsei Televízióval, mi ott leszünk szombaton, ha tehetik, akkor önök is látogassanak el erre a rendezvényre, tehát Ajakon 8 órakor kezdődik az 5. farsangi disznótoros rendezvény. A következő percekben, amúgy köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, a következő percekben pedig bemutatjuk a pop art stílust. Populáris és közlékeny ez a fajta művészeti ág, az egyik nyíregyházi belvárosi kávézóban különböző alkotásokat láthatnak a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének hallgatóitól. Pop art, minden kiderül. Amikor megjelenik a fotográfia, és a dokumentatív szerepköre megváltozik a művészetnek, már nem kiszolgál, nem dokumentál, hanem megkapja azt a teret, azt a lehetőséget, hogy saját filozófiákat vizualizáljon, akkor egy más közlési vágy jelentkezik az alkotókban. Ennek számos irányzata jelenik meg a 20. században, ennek köszönhető a kubizmus, a futurizmus és egyéb más izmusok és különböző funkcionalista művészetek is akár. És a pop art maga egyfajta popularitással, közlékenységgel, széles spektrumon való megszólítással, megszólítás vágyával született meg. Így aztán redukálja a formákat, helyi értékű szintónusokat használ, egyfajta dekorativitásra és egyszerű közlékenységre törekszik. Megtartja az antropomorfizmust, de lemond a tériségről. Lemond a tériségről olyan formában, hogy a perspektívát alkalmazza. Viszont a síkok segítségével, mintázatokkal, például a rasterpontokkal, vagy a színeknek a tériség érzetét keltő tónusértékével gazdálkodik továbbra is. Tehát eszenciálja az információkat, igazából nem nagy filozófiákat akar megjeleníteni, hanem hétköznapi történeteket, érzéseket, helyzeteket, embereket akar vizualizálni. Na most a fiatal művészek számára ez a legegyszerűbb. Ők még nem rendelkeznek olyan mértékű tapasztalattal, ami mondjuk nagy életbölcsességeket tudna megfogalmazni. Viszont velük is történik az élet, érzések inspirálják őket, és ennek ez egy egyszerű kifejezési forma kincse lehet. Azért választottuk ezt a stílust, mert hogy ez a legaktívabb felület, amin hirdethetjük a populárisabb rétegnek, és ugyebár nem kell messze menni a mai napig a színészek, színésznők, maga az Andy Warhol és Roy Lichtenstein stílus egy felkapott, szinte marketing minőségű alkotás, és ez az egyik nyomós oka, hogy ezt választottuk. Miért szereted ezt a stílus? Mi tetszik benne? Azt tetszik benne, hogy könnyű használni, mivel ezek leredukált képek, és minden, ami kell hozzá, az csak a szinton, semmi más. Hogyan születnek ezek az alkotások? Mi a technikája, a kivitelezése ezeknek? Hát az eredetiket még úgy csinálták meg, hogy kivágták a sablonokat, stencillel felfújták, és az még a hagyományos rétegről rétegre munka volt, a hagyományos grafikai eljárásokkal. Amiket mi csinálunk, az már az alkalmazott grafikának az eszközei, a Photoshop, az Illustrator használata. Számítógépes ismeret kurzus volt a Vizuális Kultúra Intézeten belül, a Nyíregyházi Egyetemen, és végül is az én ötletem volt ez, hogy valami fajta a Photoshoppal és az Illustratorral valami fajta játékosságot fedezzünk fel. Tehát ezzel is rengeteg munka van, kb. Ugyanannyi munka van, mint mondjuk, hogyha az eredeti printeket készítették volna művészek, úgy értem, hogy Andy Warhol, vagy Julian Opie, vagy Roy Lichtenstein, hogy szitanyomat például, vagy festékekkel dolgozik, tehát ugyanolyan procedúrás munka ez is a Photoshoppal, meg az Illustratorral. A pop art kiállítás ingyenesen tekinthető meg február 15-ig Nyíregyházán a Café Freiben. Kiállítás után íme egy újabb kiállítás, Boros György fotóművész a vendégem, szervusz! Szervusz! A Józsa András Múzeumban látható legújabb tárlatod, ami nem feltétlen csak új alkotásokat mutat, hanem régebbi fotókat is. Mesélj erről a tárlatról.
Ezeken sóstó képeket lehet látni, amit túlzás lenne azt mondani, hogy teljesen szokatlan tőlem. De az biztos, hogy ez a tárlat azért érdekes többek közt, mert egyetlen új kép sincs benne, tehát én régieket újítottam fel olyan technikákkal, mintha ma léteznének azok a technológiák, amiket régen használtam, plusz létezne az a sokféle technológiaváltás, ami azóta bekövetkezett a fényképezésben. És ezek összeadódtak, és ezek a képek szerintem újjászülettek. És én ezt nagyon bírom, hogy így meg tudom mutatni mindenkinek, akit ez. Hogyan tudtad felújítani ezeket a sokszor 20 éves vagy 10 éves fotókat? Maga a technológia az olyan, hogy régen készült, nagyon archív, nagyméretű printeket digitalizáltam, és azokat a kópiákat, amik például úgy hívják, hogy kalitipiák, ezek régi 100-120 évvel ezelőtt ilyen volt a fényképezés. Baromi jó volt, mert nem kellett menni a boltba, hogy kezit csókolom, fotópapírt szeretnék venni, hanem a vegyszerboltba kellett venni ferriamónium citrátot, ezüst nitrátot, meg azt, összekavarni jól, felkenni valamilyen trükkel egy akvarellpapírra, és ebből készültek az eredeti kópiák régen. És akkor is, amikor én elkezdtem ezeket használni arra, hogy a sóstó látványait képekbe öntsem, én úgy gondoltam, hogy ez nagyon illik hozzá, és ezt csináltam is, most pedig ezeket a kópiákat digitalizáltam egy nagyon profi szkennerrel, és egy nagyon, nagyon király nyomtatóval. Igen. De nem is akármilyen képek születtek meg így, tehát ezek a régi, de megújult képek hatalmas méreteket kaptak. Igen. Milyen méretekre kell gondolni, és hogyan születhettek meg ezek az alkotások? Minden fénykép ugyanakkora, egy méter a rövidebbik oldala, és 1 méter 40 centi a hosszabbik, és így nagyon jól szét lehet nézni rajta. És én nagyon régen tervezem, hogy csinálok egy ilyen kiállítást, csak olyan hihetetlen pénzbe került, hogy eddig még nem sikerült, de most igen. Tehát most kis párna alól, vagy másképp? Az NK döntött úgy, hogy a fotoművészeti kollégiuma, hogy támogat ebben az ötletemben, hogy szülessenek meg ezek a képek. Tehát milyen nekem nem dolog volt otthon, mert nem lett volna miből. Nem tudtam volna megcsinálni. Hát ezek iszonyatos dolgok, viszont igen, az a jó ebben a szférában is, hogy vannak ilyen támogatási lehetőségek. Tehát azért olyan projektek, álmok születhetnek meg, amik azelőtt várattatnak magukra, akár hosszú éveken keresztül, de most itt van, és a Józsa András Múzeumban tekinthetőek meg ezek, igen, az alkotások. Igen. De ha jól tudom, akkor Budapestre is került ebből a tárlatból? Igen, ez egy kicsit... hogy is mondjam, érzelmileg megvisel, a Magyar Művészeti Akadémia csinál most egy kiállítást a Vigadóban, pont holnap fog megnyílni, és én nem is szeretek ilyen helyekre járni, nem is szoktam, de ez az egy szoros kivétel, amikor elmegyek, ugyanis Normantas Paulius, olyan maga a kiállítás, hogy valamelyik akadémiai rendes tag meghívhatott valakit, akinek köze nincs az akadémiához, de az ő véleménye szerint ezek valamilyen szempontból érdekes képek, és Paulius engem hívott meg. És én ezért fogok elmenni a megnyitóra, hogy kegyeletből részint. Mert hogy és sokan, hogyha nem tudják, ott van, bocsánat, ott van, csak igen, ugye ott van három Paulius ugyanilyen. Egy jó pár nappal ezelőtt hunyt el, igen, Nyíregyházán, és akkor emiatt is gondolod úgy, hogy erre a kiállításra ott kell lenned. Igen, ezért gondolom egyedül, különben úgy, nem gondolnám úgy, sőt. Igen.
kicsit visszahozlak, maradjunk Nyíregyházánál és a múzeumnál. Pontosan hol látogatható ez a tárlat, ezek a nagy-nagy fotók, képek? A múzeum első emeletén, ha felmegy valaki a lépcsőn, akkor forduljon nyugodtan balra, menjen egészen nyugodtan végig a folyosón, és ahol nyitva van az utolsó ajtó, ott menjen be, és rögtön látja ezeket a képeket. Hogy tudtátok elhelyezni ezeket a hatalmas alkotásokat a teremben? Nagyon kínos volt, mert ez egy, hát hogy mondjam, hétköznapi értelemben nagy terem, és mégis két vendégparavánt kellett betennünk, hogy egyáltalán a falra, hogy fel, ki tudjak rakni 12 képet, és mondjuk a 12-ben van egy olyan, ami Szikora Tamás barátomnak a kedvenc képe volt, ő egy korán elhúny nagyon-nagyon jó festő volt, és barátok voltunk, és ezt a képemet eredetiben neki is adtam, és most, amikor válogattam az anyagot, eszembe jutott, hogy lelkesedett érte, és csak ezért megmondom őszintén, tehát nem hiszem, hogy bekerült volna. Mi szerepel a képen? Semmi. Egy fa van rajta. Egy sóstói fa is ennyi. Igen. Tehát nehogy azt gondolja valaki, hogy mit tudom én, ilyen képeket lehet csinálni, ha valaki elmegy Honoluluba, vagy nem tudom én, valahova, nem kell menni sehova, ezek készen vannak. És beszélgettünk a munkatársaimmal, és azt mondta Szimo, hogy ezek a képek neki kicsibe is nagyon tetszettek, és ez egy kulcskérdés, mert nagyon sokszor van olyan, hogy azért csinál valaki valamit a képével, hogy azt, ami már egyébként se jó, abból valamilyen mégis elfogadhatót kicsikarjon. De ezek nem ilyenek, tehát ezek kicsiben is jó. De nagyban a legjobbak, méghozzá az első emeleten a József András Múzeumban. Én köszönöm és szépen, Gyuri, mindenkit, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és hogyha már örültem a múzeumról, én is örültem, és majd találkozunk ott a múzeumban, meg hát remélem, helyes, hogy önökkel is, mert hogy a következő pillanatokban kiderül, hogy a múzeumban idén, vagy illetve most, vajon mi a hónap műtárgya, valamint különböző tárlatokat is ajánlunk még. Megszámlálhatatlan kitüntetés, lovak, keresztek, érdemrendek, emlékérmek alkotják Jékei Ferenc huszártiszt hagyatékának kiállított részét. Jékei Ferenc 1895-ben Fehérgyarmaton született. Az érettségi vizsgái után vonult be katonának, majd a háború idején fejezte be jogi tanulmányait, majd számos tisztséget töltött be haláláig. A volt Szatmár vármegyei főispán gyermekei külföldön élnek, de apjuk halála után hazahozták, és Nyíregyházán állították ki a most József András Múzeumban látható darabokat. Egy gyönyörű, szép kitüntetés sor, mint az látszik is a képeken, hiszen Jékei Ferenc egy nagyon szépen dekorált huszártiszt volt, megkapta a Magyar Érdemrend lovak keresztjét, a Magyar Érdemrend középkeresztjét, megkapta a Signum Laudisokat Ferenc Józseftől, aztán 5. Károlyt és Horthy Miklós, tehát minden uralkodó méltatta őt arra, hogy a legmagasabb katonai kitüntetést megadja számára, első világháborús emlékérmet, vitézi avatták. Tehát minden olyan kitüntetést megkapott, amit egy közeleti ember megkaphatott. És hát amikor ő visszakerült ugye a frontról Nyíregyházára, befejezte az egyetemet, jogászdoktor volt, majd belügyminisztériumban szolgálatot vállalt, szolgálta a Gömbös kormányban, majd azért a Gömbösnek a jobboldali politikája, hogy igazán nem értett ilyet, tehát ott hagyta a minisztériumot, akkor kinevezték Veszprém vármegye főispánjává, majd pedig hazahozták 1938-ban Nyíregyházára, Szabolcs vármegye főispánja volt. És nagyon sok mindent tett itt Szabolcs megyér, öntözés, erdősítés, tehát minden, ami akkor mondjuk felemelte az élet minőséget. És 1940-ben, amikor a németek megszállták Magyarországot, tiltakozásul a megszállás ellen lemondott. És onnantól kezdve, mint közéleti ember, vagy mint egyszerű magánember élt, gazdálkodott a felesége birtokán Szatmárban, és hát természetesen 40 után még ezt sem tolerálta az új hatalom, hanem kitelepítették, teherautósofőr volt, aztán cukorkát árult, szóval tulajdonképpen elszegényedve és egyszerű emberként hunyt el Budapesten, és mondom, a két gyereke, Marian és Elemér pedig kimentek, Marian Németország és Elemér pedig Belgiumba,
próbáltak új életet, és amikor 1994-ben elkezdtük szervezni a huszár találkozót, akkor ők hazajöttek erre a találkozóra, és hazahoztak akkor néhány fényképet Jékely Ferencről, majd pedig mondom, később pedig hazakerültek ezek a kitüntetések, tehát ezeknek ez a történetük. A hónap műtárgya, Jékely Ferenc kitüntetései február végéig láthatóak a Józsa András Múzeumban. Bene János igazgató a 2017-es tervekről is beszámolt. Sok tervünk van. Tavasszal, még márciusban megnyitnánk egy másik művész kiállítását, Csizmadia Zoltán festőművészét, aki Máté Szalkáról indult valamikor, most Budapesten és a Dunántúlon él, mint egy életmű kiállítás, hiszen Zoli bácsi már benne van a korba, hál' Istennek, de nagyon szép munkái vannak. Még márciusban nyitnánk egy vendégkiállítást Lengyelországból, a Minsz Mazowiecki Ulánus Múzeumból, Ulánusok címmel, és ezt pedig szándékosan a huszárkiáltás mellé tesszük, hiszen ez volt a két híres könnyűlovas fegyverem, a magyar huszár és a lengyel ulánus. Ez lenne tavasszal, majd nyáron a múzeumok éjszakájára új tárlatokkal készülünk. Barzó Endre nyíregyházi festőművész, a híres Barzó családnak a egyik leszármazottja. Neki lesz egy emlékkiállítása, és egy 18 éven felüli kiállítást is csinálunk a hálószoba titkokról, a női viseletről, a buduárnak a titkairól, itt ugye ruhák, titkok és egyebek lesznek. Valamint egy nyíregyháza annó, a Fortepán, ezt gondolom ismerik a nézők a mindenféle sajtóorganokból, hogy van egy felület, ahol a régi fotókat gyűjtenek össze, és mi szeretnénk felgyűjteni a nyíregyháza és a megye régi fotóit. Ősszel pedig hát ugye 500 éves a reformáció, egy nagy reformáció kiállítással készülünk, és folytatjuk az idén tavaly jól bevált restaurátor műhelyek titkai. Az ország restaurátorai beszélnek és mutatnák meg az ő munkájukat. Nagyjából ennyi, de hát nyilván, hogy ugye a terv az még képlékeny, még sok minden meglepetés lesz ebben az évben. A múzeum idei első kiállítása február 28-áig látogatható.